Bátortalan léptekkel, bekötött szemmel, segítővel, fehér bottal teszik meg a lépéseket az akadállyal nehezített osztályteremben a gyerekek. Az érzékenyítő órán résztvevő kisdiákok beleképzelhették magukat, milyen is egy látássérült élete a mindennapokban. A jó közösség kialakítása szempontjából nagyon fontosnak tartjuk, hogy odafigyeljünk egymásra, és érzékenyek legyünk a másik problémáira, a másik gondjaira. Azt gondoljuk mi itt az iskolában, a pedagógusok, hogy minél korábban el kell kezdeni ezt a toleranciára való megtanítást, így már az első év folyamosokkal kezdünk. Ők is részt vesznek ilyen érzékenyítő foglalkozáson, Lengyel Zsófi segítségével. A Székesfehérvár önkormányzata által létrehozott program segítségével már a negyedik érzékenyítő foglalkozást tartotta a Vörösmarty iskolában Lengyel Zsófia esélyegyenlőségi referens. Az ország minden területén nagyon fontos az, hogy elvigyük a legfiatalabb korosztályhoz is azt, hogy a fogyatékossággal élő emberek, személyek itt élnek köztünk. Így hát Székesfehérvár városában is találkozhatunk mozgássérültel is, látássérültel is, és természetesen azt szeretnénk elérni az önkormányzattal, a polgármester úr támogatásával és a SZÉ programmal, hogy a gyerekeknek ez természetes legyen, ne egy féle UFO jelenség legyen az, hogy látunk egy fogyatékossággal élő embert, hanem ez egy természetes dolog legyen. Segítsünk neki, kommunikáljunk vele, ha gyermekről van szó, játszunk vele, tehát elfogadjuk és befogadjuk. Az esélyegyenlőségi referens hozzátette, a városnak szinte minden általános iskolájában jártak már, és a középiskolákban is tartanak érzékenyítést. A Vörösmarty iskola első osztályosai mellett a hatodikosok is megtapasztalhatták, milyen látássérültként az élet.